Oszi bácsi itt van újra, hogy szétrúgja Dagot úrnak a seggét. Tenger mi a tisztelet, kedves barátaim, én Oscar vagyok, és ez itt a Morrowind végigjátszásunk következő része. General bejelentkezés. Fú, túl vagyok az ebéden. Nagyon finom csirke volt, kínai, ananászos, édes savanyú, rizssel, kukoricás rizssel, úgy finom volt. Na, szóval folytatásra következik akkor itt a történetnek. Csak egészen most jöttem csak arra rá, hogy itt a felolvasási részt ezt nyugodtan csinálhatom főmonitoron, mert így legalább rendesen el tudom olvasni, amit ír ugye az érdekesség szövege. Szóval a mostani érdekesség a következő, a Morrowinddel kapcsolatban. Egy ősi hajóroncsban, a Siogorad régióban lehet találni egy könyvet, amelynek címe Captain's Guide to the Fish Stick. Ez egy népszerű hagyományra utal, amelyet Captain Eldred fórumtag kezdett el a hivatalos fórumokon évekkel a játék megjelenése előtt. A fórum idősebb tagjai úgy üdvözölték az új tagokat, hogy üdvözölték őket, és egy halpálcát tartó kalóz képét tették közzé. A Bethesda fejlesztői ezt a hagyományt tisztelték meg azzal, hogy a könyv bekerült a játékba. Ez már durván ilyen 20 évvel ezelőtti sztori, ugye 2002-es a játék, ezt gondolom már ilyen 2000 környékén a fórumon már így nagyban irogattak, hogy fishistik, here is a fishistik for ya, my friend. Az olyan durva, hogy ez a 2 évtizeddel ezelőtt volt, na mindegy. Szóval akkor indítom a játékot, csak egy pillanat, átrakom a control monitorra OBS-t, és nem fogok hazudni, egy kicsit felhúztam a karaktert. Felfejlesztettem. Hát egy nagyon csöpnyit. Mert ugye nem akarom azzal húzni az időt a végigjátszás tekintetében, hogy itt túl sokat hentelgetek, meg utazgatok, meg ilyesmi. Ugye a korpuszt azt elkaptuk. Na most az összes ruhámat megpűvöltem, úgyhogy gyakorlatilag most folyamatosan töltődik vissza az életerő. Hát ugye ezt úgy csináltam, hogy 15-ös szint felett lehet találni egyre könnyebben hatalmas lélekköveket, ezeket a nagy sárgákat. És azt érdemes tudni, hogy Pelágiától délre, nagyjából valahol itt valahol, van egy barlang. 15-ös szint fölött, hogy oda elmész, legalább ilyen 7-8 hatalmas lélekkövet lehet találni. És ugye vettem múltkor tekercseket, amivel aranyszenteket lehet megidézni. Megidéztem, ütöttem, majdnem elfogyott az életereje, ráraktam egy lélek csapdavarázslatot, aztán ütöttem tovább, amíg el nem pusztult, és ugye a lelke belekerült ebbe a hatalmas lélekkőbe, ami 80 ezer aranyat ér. És hát ugye, főleg, hogyha ugye a creeper csalás az be van kapcsolva, tehát hogy a creepernek nem csak 5000 aranya van, hanem nagyon sok, 100 millió, akkor hát neki ugye el lehet adogatni ezeket. De még hogyha csak 5000-re adod el, akkor is viszonylag hamar meg lehet gazdagodni, mert hol is? Van egy város valahol, nem tudom most pontosan melyik, nem Molag már, hanem Telbranóra. Nem vagyok benne biztos, hogy hol, vagy lehet, hogy Márgánban. Mindegy, szóval van egy eladó, egy árus, ahol korlátlan lélekkövet lehet szerezni, tehát ilyen sima hétköznapi köveket. Na most, hát ezekbe ugyan nem fér be egy aranyszennek a lelke, de azért van jó pár olyan szörny, amit ugye meg lehet idézni, tehát ilyen idézővarázslattal vagy tekercsel, tehát ilyen kisebb lelkeket azért bele lehet rakni, és hát ugye nem is 80 ezret ér, de mit tudom én, egy 10-20 ezret azért az is megér, és mivel, hogyha mondjuk nem akarsz csalni, akkor ugye ilyen 5000 aranyakért így el tudod adni a creepernek. Csak akkor ugye az van, hogy naponta generálódik újra a creepernek a pénze, tehát ilyen 24 órákat aludni kell, vagy várni kell ott az orra előtt, és akkor utána eladod a következőt, vársz 24 órát, eladod a következőt, stb. De és ne kelljen ezzel szarakodni, én
felraktam ezt a Creeper módot, ami nagyon sok aranyat ad neki. Na mindegy, és akkor így nagyon-nagyon sok pénzre tettem szert, tehát most ilyen 211 ezer aranyunk van, és már nem nagyon kell költeni semmire innentől kezdve, tehát szerintem ez a pénz, ez ki fog tartani a játék végig. Ezeket ugye eladtam, ezeket a lélekköveket, és mivel hogy megvan az ura csillaga, a többi aranyszent tekercset arra használtam fel, hogy az ura csillagával ejtem csapdába a lelkeket, lelküket, és akkor azt meg ugye beletöltöttem ezekbe a ruhákba, életerő visszatöltés folyamatos effekt formájában, ami hát így darabonként ilyen 80 ezerbe került durván, de hát akkor már ugye volt bőven pénzem. Úgyhogy ezzel most már így nem lesz gond, hát még felvehetnék egy köppenyt, meg egy szoknyát, és akkor még gyorsabban töltődne vissza az életerőre szerintem. Morrowind területén ez is bőven elég lesz. Hát hogyha valami komolyabb nehézségbe ütközünk, akkor legfeljebb még azt a két tárgyat megcsináltatom. 32-es szintre felhúztam magunkat, hosszú pengét felfejlesztettem 100-asra, illetve a könnyű páncélt is. Ugye a könnyű páncélt úgy a legegyszerűbb egyébként felfejleszteni, hogyha manuálisan akarod. Ugye, mutatom. Van itt egy terület Balmora mellett, ahol lehet nagyon jól üttetni magadat. Hát most mindjárt mondom, hogy mit jelent az, hogy üttetni. Ugye, hogyha páncél van rajtad, és az ellenfelek ütnek téged, akkor az fejlődik. Na, itt ez a terület nagyon jó ilyen szempontból. Mert itt van vagy 4 vagy 5 szörny, akkor itt van egy patkány, ezt most magamra uszítom, akkor itt van 2 alit, ezek is támadnak, ezt is be lehet gerjeszteni, bár ez nem is tudom, hogy lehet, hogy ez inkább mérgezéssel támad, nem nincs fizikális támadás ennek a bikucinak. Igen, látod, ott van az a 2 szörny. Na és akkor így végül is, most mindig, mi ez? Ja, itt is van egy patkány. Látod, így üt. És ez most, hát most már nem fog, 100 fölé nem lehet fejleszteni a páncélt, de valahányszor betalál, egy picit emelkedik a páncélszinted. Tehát itt már most ki van maxol, és így szépen, hogy 6-7 ellenféllel így üttettem magam. És mivel hogy folyamatosan tölti vissza a ruha az életerőmet, azért nem volt gond az, hogy sebződök. De nem tudtak olyan gyorsan támadni, hogy meghaljak. Hát annyi, hogy időnként tönkre megy a ruha, tehát olyankor így elteleportálok, vagy elugrok onnan, megjavítom ezekkel a kalapácsokkal, aztán megyek vissza üttetni magam, és ez mind a összes páncéllal lesz, hogy így lehet csinálni egyébként. Egy fontos dolog viszont van, ugye a hosszú pengét, a hosszú penge képességemet, meg a blokkolás képességemet is felhúztam 100-ra egyébként. Na igen, és a blokkolás képességnél jött elő az a probléma, de egyébként az összes többi képességnél is van ilyen, hogy még ha találsz is a játék világában egy mestertrénert, aki 100-as szintre egy képességedet fel tudja húzni, nem tudja felhúzni addig, amíg a tulajdonság szinted nem egyezik meg azzal a szinttel, amire fel akarod húzni, tehát vagy legalábbis magasabb szinten nincs annál. Tehát konkrétan az volt a probléma, hogy a mozgékonyságom az, mit tudom én, ilyen 50-52-es szinten volt, azt hiszem, alapból, és akkor ugye 52-es szintre tudtam maximum felhúzni a blokkolást. Viszont van egy olyan opció, hogyha manuálisan fejleszted a képességedet, tehát leállsz, és akkor várod, hogy üssenek, és akkor időnként blokkol ugye a pajzzsal automatikusan a karaktered, akkor így is fel lehet húzni 100-ra. Szóval, hogy a skilleket lehet úgy is fejleszteni, hogy a tulajdonság értéked nem nő közben. Illetve ki is lehet cselezni azt, ezt a dolgot. Tehát találsz egy mestertrénert, akkor van egy olyan varázslat, hogy tulajdonság erősítés. És ezt át lehet konvertálni igazából bármivé. Tehát én ezt például erő feljavításra használtam. Ugye a hosszú penge esetében, mert annak az a tulajdonság vonzata, ha meghatározó tulajdonsága az erő. És akkor annyi, hogy magamra varázsoltam ezt, 100-zal növelte az erőértékemet. Egy másodpercig, arra az időre, amíg elindítottam a beszélgetést a karakterrel, ugye, és akkor, na akkor tréningeljél, és akkor ugye ő úgy érzékelte, hogy igazából 100 fölött van az erőm, tehát akkor bőven tehát meg tudom csinálni a tréninget, és akkor egy szintet nőtt, emelkedtem. Aztán megint magamra varázsoltam, megint aktiváltam a karaktert,
megint fejlesztettem. Egyébként a hosszú penge mesterképzője az itt van a Bakpille erődben. Igen. Na szóval, hogy és az összes többi tulajdonságot is lehet így manipulálni. Tehát az összes képességet felhúzhatod 100-asra. És akkor közben még ugye a fő szinted is nő. Na, akkor mi az, amit még el akarok mondani, mert most visszatöltöm a játékállás, mert ez csak így demózni akartam. Na, végül is ennyi. És ugye most a fő probléma az, hogy a korpusz betegséget elkaptuk, és hát már eléggé előre haladott állapotban vagyunk. Bizonyos tulajdonságainkat csökkenti, más tulajdonságainkat viszont erősíti. Például az marha erősek vagyunk, meg az állóképességünk is elég magas. Viszont egyre kevésbé szeretnek az emberek, mert ugye látják rajtunk a betegség jeleit. Na most Caius mondja, hogy Gyors Eddie valószínűleg megtalálta a megoldást arra, hogy hogyan szabaduljunk meg ettől a gyógyíthatatlan betegségtől. Ugye egy telvanni varázslót kell megtalálnunk, akit ugye Divite Fear-nek hívnak, és már voltunk egyébként ott, amikor Telarunt kerestük, azt hiszem, vagy Aldrunt, Telarunt kerestük. Még nagyon az elején, amikor a szerelmes párnak a küldetését akartam befejezni, és nem találtam, hogy hol van Telarunt, és mindent megtaláltam, minden szart. Telfírt is, ugye? De aki a Divite Fear-ről kapta a nevét, a hely Telfír. Na, szóval ő valószínűleg meg fog minket tudni gyógyítani. Viszünk neki egy ajándékot, ami egy ilyen Dwemer sűrítő. Na most, kíváncsi vagyok, hogy a teleport egyébként működik-e, de ilyen Telfírbe nem tudunk elteleportálni, meg most amúgy se tudnék, mert az intelligenciám az sajnos lecsökkent, úgyhogy most 95 alatt van a manap szintem emiatt. De nem baj, egyébként meg tudnám oldani, hogy ne legyen, tehát itókával vagy varázslattal, de most mindegy, nem lényeges. Azt már tudjuk, hogy hol van Telfír. Ugye, azt már voltunk. Remélem, hogy bejelezte. Telbranóra. Ez már nem az a régió. Ha? Nem jelölte be. Na mindig Telarundban van, azt tudom. Hogy hát attól nem messze, úgyhogy akkor megyünk Telarundba. Elteleportálok. You talk too much out there. Ahhoz először ugye a mágusok céljéhez kell elmennem. Hopp. This is a wondrous encounter. Welcome. Hello. Na nézzük. Telarun. Ja persze lehet, hogy nem tudunk így elteleportálni, mindegy, megpróbálom azt, hogy meg közelíteni, mert végül is, hogyha Vosba is el tudunk menni. Hát igen, hát nem így kell. Lehet, hogy mégiscsak ugrabugrálni fogunk, gyerákák. Azért szerencsére ugrani még tudok. Ez ilyen goofy-s izé volt megnyilvánulás. De várj, azt mondja, hogy... Szóval akkor, hova is utazunk? Oda? Ez jó. Lehet, hogy az ugrásvarázslatot még fogok csinálni egy level 4-et is belőle, hogy még nagyobbat tudjak ugrani. Mert még ez a level 3-as, ez nem piskóta. Az rohadt nagyot lehet ezzel is ugrani. De nem elég nagy. Innen ugrok tovább majd. Jól. Igen. Szóval tiszta mázlink volt eddig, amíg nem állítottam át Morrowind Graphics Extenderben ezt a threadloadingos dolgot.
hogy nem fagyott ki a játék. Mert nem csak a játék fogyott volna, hanem az egész gépem. Tehát még a felvétel is lehet, hogy megsérült volna, bár már most jó ideje nem MP4-be mentem, hanem MKV-ba, és a felvétel végén az OBS-sel automatikusan átkonvertáltatom MP4-be. Ugye MKV-ben, hogyha áramszünet van, akkor sincs probléma, maximum az utolsó, mit tudom, hogy fél perc vész el, vagy utolsó másodpercek. Az MKV az így folyamatosan zárja le a fájlt, az MP4 meg csak a generálás után. Így, hogyha valami technikai hiba van, akkor cseszheted az MP4-es felvételedet. Ajjaj, nem nagyon látok semmit, jujjúj. Jujjúj! Ez az nem, hogy jobb lesz, hogyha inkább leszállunk. Ha már látom a fákat, jó van. Ajaj, meg fognak támadni szerintem ezek. Csokolom, kik tetszenek lenni? Nem túl barátságos emberkék. Na, végetek van. Ennyi. Sajnálom, hölgyeim. Túlságosan macsó voltam önöknek. Beleállok, megsül a seggem? Nem. Hát, hogyha elrejtettek valamit ide a bokrok közé. Nem. Bocsánatot kérek. Na itt már most közeledünk. Hohoj! Hohoj! Várj, már itt akkor várjál. Ez pofászok itt jobbra-balra. Vaj, várjál. Nem megyünk sehova, Oszkár. Telvos. Azt tudom, hogy viszonylag közel van Telarunhoz. Mi az? Hova jöttem? Jaj, hát igen, Sadid Morába kellett volna. Picsába nem baj. Legalább használjuk a képességeinket, nem? Jó, akkor ugrok még egy nagyot. Anyát, kat! Esik az eső. Jön a jéghegy! Igen, közeledünk, ez már ismerős. Terület. Ismerős a terep. Your personality has improved. You become a better person. A valóságban is így működne. Nya. Meggyorsítom a mana visszatűtődést. Szóval akkor, Telarun, igen, és valahol itt van az a hely, amire vágyunk. Nem értem, hogy miért nem jelölte be a térképre, hogy pontosan hol van Telfir. Az ott biztos, hogy Telarun. Hey. Gondolod? Do you think so? Hát, hogy az lesz az ott. I do not know. Jó, van, hűzs le magad. Na, azt mondja, hogy valahol itt lesz a közelében. Lehet, hogy az ott. Nem a Sadrit Móra. Az ott Sadrit Móra. Ja, bejártam az egész területet. Nem lehet olyan nagyon messze.
parancsra emlékszem. Ez itt volt. Á, lehet, hogy az lesz ott. Aha, szerintem az lesz. It's gonna be it. I hope. Luttyantás. Beszorulok itt, ilyen szűkös ez a hely. De szinte biztos, hogy már most jó helyen vagyunk. Aha, ez az. Te a fír. Na, találkozunk a nagy varázslóval, Onyx csarnok. Nos. Hölgyem. A varázslóurat keresem. Nem tudja véletlenül, hogy merre találom? Bejt a fír. Azért vagy itt, mert a célod kifosztani a kazamatákat? Vagy korpusz betegségben szenvedsz? Vagy azért jöttél, hogy Divaid Fyrrel beszélj? Én Bejt a fír vagyok, Divaid Fyr felesége. Az egyik közülük. Legalábbis valami olyasmi. Nézzenek oda. Hogy érted, hogy a felesége vagy? Igen, nos, hát nem a felesége a szó házastárs értelmében, de hát szóval tudod, szerető, társ, valami ilyesmi. Ez tényleg zavaros egy kicsit, mert hát szóval ő alkotott minket, és bár nem vagyunk igazából a lányai, vagy efféle, de mégis olyan, mintha a lányai lennénk, mert hogy ő hozott létre bennünket, érted? Jó, egy varázsló lehet, megtanítana nekem is csajt generálni. Hogy értetted azt, hogy kifosztani a kazamatákat? Meglepődnél, ha tudnád, mennyi ember jön ide, hogy megpróbálja ellopni Lord Fyr kincseit. Nagyon nagy gyűjteménye van erekékből és műalkotásokból, de azt lent a korpuszáriumban tartja, és ki akarja megkockáztatni, hogy elkapja a korpusz betegséget. Nem is említve azt, hogy ki akarja magát félbetépetni. Nem sok jó tolvajjal találkozunk, csak hülyékkel. Mit tudsz a korpusz betegségről? Mindenki, aki elkapja a korpusz betegséget, ide kerül a korpuszáriumunkba. Ez nem túl kellemes hely, de itt legalább etetik és gondozzák őket. Mesélj nekem a mesteredről, Divaid Fyrről. Fent van a dolgozó szobájában, remélem tudsz repülni. Nem tudsz felmenni hozzá, ha nem tudsz repülni, vagy nincsenek nálad italok. Sajnálom. No gond. No gond. Nem csak, hogy repülni tudok, de még teleportálni is, hölgyem. De még mielőtt tova haladnánk, még nézzünk el azért errefele. Delta Fyr. Delta Fyrnak hívnak. Divaid Fyr szeretted volna látni, igaz? Korpusz betegséged van? Vagy egy újabb kalandor vagy, akinek a célja kifosztani a kazamatákat? Divaid Fyrhez jöttem. Lord Fyr a dolgozó szobájában van. Biztosan nem fogja bánni, hogyha zavarod. Úgyis ritkán van látogatónk. Tudsz lebegni, igaz? Nem én csuklok, a hölgy. A dolgozó szoba az egyik felsőbb szinten van. A központi aknán keresztül tudsz oda feljutni. Attól tartok, nem vagyunk berendezkedve barbárok vagy parasztok fogadására. Megérted, ugye? Menj fel a feljárókon Fyr csarnokába, nézz felfelé és sétálj körbe, amíg meg nem látsz egy lyukat magad felett, aztán lebegj felfelé az aknán keresztül. Fent keresd Fyr urat a dolgozó szobájában. Hallottam, hogy itt vannak kazamaták, és hogy sokan szoktak jönni kifosztani. Valóban ezen gondolkodtál? Nehogy, hogy elbátortalanítsalak téged, de tisztában vagy vele, hogy szinte biztosra veheted a korpusz betegség elkapását, ha belépsz a korpuszáriumba? És remélem tudod, milyen rettenetesen veszélyesek lehetnek a bent lakóink. És ahogy azt biztosan tudod, vannak őreink is. Nagyon jók. Természetesen nyugodtan próbálkozhatsz, de ezt nem tanácsolnám neked. Mesélj nekem a korpuszáriumról.
Ez nem a korpuszárium. A korpuszárium a torony alatti barlangokban van, csak menj lefelé. Upse Firrel vagy Vista Kaillal kell majd beszélned. Ők viselik gondját a korpuszárium lakóinak. A korpuszbetegség áldozatainak. Ha lemész oda, légy óvatos. A korpusz áldozatai közül sokan teljesen megőrültek, és igencsak erőszakosak. Tudom, hölgyem, már én magam is tapasztalom az erőszakosságot, már mindjárt ütök. Mert hogy én is elkaptam. Go away, diseased creature. Korpuszárium. Jó, ide most még nem megyek. Aranyajtó. Hát figyelj, engedjek a kísértésnek? Engedjünk a kísértésnek? Százas Dwemer láda. Na jó. Engedek, de csak mert szépen kértétek. Nyissuk ki. Jaj. Azt mondja, hogy Divait 1008 kulcsa. Jó, azt elrakjuk meg. Hát, kis Dwemer érme. Jó. Ez a kulcs majd a korpuszáriumhoz lesz jó, egy ládához. Mert igazából bármit ki tudok nyitni. Itt van például ez a 60-as, amit a... No problem. Azért meg szoktam ilyenkor mindig nézni, hogy vérdíj került-e a fejemre, de nem. Viszont csapdás a cucc, úgyhogy... távolról nyitottam ki. Hello? Üdvözlet! Jaj, várj, én még nem akarok jönni. Ez egy küldetés. Ide nem jövünk még. La 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 la. Fír csarnoka. Itt van a központi akna, okay. Úgy látom, hogy körül lehet nézni itt ő felségénél. Nagy varázslónál milyen könyveket olvas, nézed. Méztálca, nézed a jó sokat ér, de őszintén szóval már anyagi gondjaink nem nagyon lesznek. Azért belekukkantak ebbe a ládikóba. I'm very good. Oké. Okay. Ezeket a lélekköveket azért elrakom. Egy vastőr. Jó. Na nézzük meg a hálószobát. Csak egy 10-es szintű. Ez egy összehajtogatott szövetért kockáztattam. Közönséges nadrág. Ja, még itt van egy pár ruhanemje. Bár szerintem ezek főleg a hölgyeké. Skooma. Jó Skooma pipa, ezt majd Kaiusnak elviszem ajándékba. Ki volt az a... Jó, a normál lebegés ital. Igen, szerencsére tudok lebegni. Lord Lorcan. Your willpower has improved. Okay. Na jó, azt hiszem, hogy most már ideje akkor fellebegni. Hello. Alfe Fir. Gyanítom, Divait Firrel akarsz beszélni. Korpuszbetegségben szenvedsz? Vagy a célod kifosztani a kazamatákat? Divait Firrhez jöttem. A dolgozó szobájában van, de elfoglalt, mint mindig. Mesélj nekem a korpuszbetegségről, mik a tapasztalataid. Ha elkaptad a betegséget, menj le a barlang erődbe a többi szörnyhöz. A kazamatákat tényleg ki akarják fosztani itt a kalandozók, és lehet, hogy én is tehetek vele egy próbát? Nagyon okos vagy. Kapd el a korpuszbetegséget. Ölesd meg magad a korpusz szörnyekkel. Ölesd meg magad Vista Kaillal. Nagyon jó terv. Foszt ki egy 4000 éves mágus kazamatáit. Mi is lehetne ennél könnyebb. Mondasz valamit. Mondasz valamit, hölgyem.
Viszont ezt a szekrényt most én feltöröm. Engedelmet áll. Mi van benne? Rá. Megmentő bőr, melvértje. Folyamatos hatás, mágia ellenállás 60% magadra. Hát ezt nyilván mindenképpen eltesszük. Nya. És akkor... ott van Divide Fear. Viszont mi van még itt? Semmi. Ez is csak egy ilyen tároló szobaszerűség, ahogy elnézem. Na jó, akkor... Uram! Korbács, 80 ezer arany, Dremora idézés, Kobold idézés, fú. Vitték itt. What up, Lander? Why do you disturb me? Üdvözlet, Divide Fear. Na csak, egy igen érdekes düve, mert műkincs van nálad. Mit tudsz róla mondani nekem? Átadom a Dvemer műtárgyat ajándékként. Egy ajándék? Nekem? Milyen figyelmes és agyafúrt. Úgy vélem, tudod, hogy gyűjtő vagyok. Egy ilyen ajándékkal nagyon lekötelezel. Csak gratulálni tudok a diplomáciai érzékedhez. Szóval, miért is akarsz engem lekenyerezni? Azért jöttél, hogy a nagy Divide Fear-rel konzultálj? Vagy megkaptad az isteni betegséget? Vagy a célod kifosztani a kazamatákat? Netán a lányaimra vetettél szemet? Hát, a sorrend nem rossz. Nos, a lányai gyönyörűek, uram. Nem rosszak ahhoz képest, hogy lombikban születtek, mi? Bájosak és tehetségesek. Igazából nem a lányaim. Egy kisebb kísérleti munka. A korpusz betegséggel kapcsolatos kutatásaim egyik hasznos mellékterméke. Én magam készítettem őket a saját húsomból. Szépek, nem? Alfefír, Bejtefír, Deltefír és Upsefír. Nagyon felvidítanak öreg éveimben. Alfefír. Alfefír a legagyafúrtabb a lányaim közül, eszes és beszédes. Néha az idegeimre megy, de a vita az élet fűszere. Na és Bejtefír? Bejtefír édes egy teremtés. Igyekszik örömöt okozni, és szereti, ha örömöt okoznak neki. Kitűnő szakács és nagyszerű énekhangja van. Na és a Deltefír? Deltefír a hatékonyság példaképe. Szervezett és rendes, intézőként, könyvelőként és ellátmányozóként tevékenykedik. Ő felügyeli a tornyot és a korpuszáriumot. Na és Upsefír? Upsefír egy nagy szívvel megáldott lány. Gondját viselő a korpuszárium lakóinak és segít a kutatásaimban. Nagyszerű. Nos, uram! Nem vagyok benne biztos, de lehet, hogy megpróbálom kifosztani a kazamatait, hogyha jóvá hagyja. Ha több ezer évig élsz, szükséged van egy hobbira. Valamire, ami fenntartja az érdeklődésed. Én kincseket gyűjtök, és tolvajokat hívok meg, hogy próbálják meg ellopni őket. Gyűjtő és játékmester vagyok. Ősi műalkotásokat és megbűvölt tárgyakat gyűjtök. Van pár Dwemer műkincsem is. És mint játékmester, élvezettel hagyom a tolvajokat, hogy megpróbálják ellopni a jól őrzött kincseimet. De vannak szabályok. 1. Ne bántsd a bent lakókat. 2. Ne bántsd a lányaimat. Az őrzőm és az őreim tudnak vigyázni magukra. Dwemer műkincs. Köszönöm az ajándékodat. Ki az őrző? Vista Kai, az argóniai, a korpuszárium őrzője. Egész jó harcos. Olyan szívós, akár csak a karmai. Maga szerezte a tudását. A lányaimmal edz, akik maguk sem ügyetlenek a harcművészetekben. Vista Kai az egyik utolsó rabszolgám volt. Felszabadítottam, és ő nem hagyott el. Először megtartottam alkalmazottként, majd a partneremmé tettem. Kiváló társ. Tudod, nem éppen egy lángész, de jó társaság nekem és a lányaimnak. Nos, uram, a problémám az, hogy elkaptam ezt az ön által isteni betegségnek titulált
kor plusz betegséget, és valahogy szeretnék kigyógyulni belőle. Tud esetleg valami gyógymódot rá? A kor plusz betegség mágikus gyökerei megfoghatatlanok és csodálatosak. Sokkal titokzatosabbak és erősebbek, mint bármelyik másik boszorkányság vagy varázslat. Meggyőződésem, hogy ez egy isteni, Isten valamiféle áldása vagy átka. Valószínűleg mindkettő. Áldás is és átok is. Az áldozat természetesen nem értékeli a korpusz csodálatos természetét. Kiszívja az elmét és elpusztítja a testet. De egy varázslónak ez egy mélyen gyökerező és káprázatos titok. Egy rejtvény, amit egy egész életen át kell tanulmányoznia. Nos, ő van gyógymód esetleg rá? Milyen érdekes? Tudtad, hogy a korpusz immunissá tesz a betegségekkel szemben? Hallottál már valaha a Nerevarin jóslatokról? A hamuföldiek azt mondják, hogy a Nerevarin immunis lesz a betegségekre. Mindig azon gondolkozom, lehet, hogy a Nerevarin itt van valahol a korpuszáriumomban, és én még csak nem is tudok róla. A Nerevarin egy dagadt és guztustalan korpusz szörny, őrült, mint egy mocsári patkány. Hát nem lenne vicces? Hát... Ha így folytatjuk, uram, akkor azzá válok. Én leszek az a dagadt patkány. Mégis dagadt, már most is dagadt vagyok, de... Nos, elmondom, hogy én talán beteljesíthetem a Nerevarin proféciákat. Az, amit meséltél, egy elbűvölő történet. Szóval lehet, hogy te vagy a Nerevarin. Persze ez semmit nem jelent. A korpusz áldozatainak mindenféle látomásaik vannak. De lássuk csak. Van egy italom, elvileg ennek gyógyítania kellene a korpruszt. De mégsem működik. Lehet, hogy belehalsz. Eddig minden vizsgálati alanyomat megölte. De neked nincs veszíteni valód. Mielőtt odaadom, szeretném, ha körbenéznél lent a korpruszáriumban, hogy megtudd, mire számíthatsz, ha nem kapod meg az italt. És amíg ott vagy, szerezd meg egy pár csizmát az egyik áldozattól, aki Jágrum Bagárnak nevezi magát. A legöregebb paciensem. Ügyes pasas, megjavít nekem ezt-azt. Hozd el a csizmát, és megkapod az italodat. Oké, már megyek is. Uram. Na nézzük akkor a korpuszáriumba, hogyan is tudok eljutni. Lejjebb van. Ott van az argóniai. Üdvözlet! Vissza Kai vagyok, a korpuszárium őrzője. Azért vagyok itt, hogy figyelmeztesselek, ne bántsd a bentlakókat. Ha a célod kifosztani a kazamatákat, ki kell állnod támadásaikat, és velem is számolnod kell. Az őrzőjükkel és védelmezőjükkel. Oké. Okay. Rendben van, én csak szeretnék egy darab csizmáért jövök. Ne bántsd a bentlakókat, nem tűröm el senkinek, hogy szenvedésékre még egy lapáttal rátegyen. Igaz, hogy brutálisak és kegyetlenek, és hogyha tudnak, megölnek, de a vendégük vagy, így nem szabad őket bántanod. Különben velem gyűlik meg a bajod. Jó, nyugalom. Légy nyugodt. Nem fogom őket bántani. Szóval akkor... nincs más, nem tudom, hogy baba. Igen, azt mondja, hogy megkeresem Jágrum Bagárt. Aha. Egy pár csizmát. Jágrum Bagárt. Ó. Lehet, hogy láthatatlanná kéne válnom. Most már van egy ilyen varázslatom is. Amíg nem interaktálok semmivel, addig nincs gond. Igen, majd ezeket végig lehetne nézni kincsek után kutatva.
lehet, hogy majd megtesszük, nem tudom, vagy lehet, hogy majd videón kívül ezeket átkutatom. Elég sok ilyen ládát kell felkutatni, feltörni. Invisibility. A kamillion varázslat is, az is ugye a láthatatlanság, csak az olyan, hogy ha amíg aktív, addig interaktálhatsz is. Dolgokkal is nem szűnik meg a hatás, viszont az százalékosan van elintézve. Amit ez alatt, ezt úgy értem, hogy százalékosan tesz láthatatlanná, tehát csak a 100%-os varázslat tesz teljesen láthatatlanná. Csak az rohadt drága. Igen, Jagrum Bagán. Jó napot! Az utolsó élő törpe egyébként ő. A dömörcsizmák miatt vagy itt. Mondd meg az én kegyes jótevőmnek, hogy megtettem, amit tudtam. Csak egy dömör varázsműves csinálhatta volna meg szebben. De csak is idióták készíthették ezt a csizmát. Gyalázatos dolog a fajomnak, hogy az ilyen ostoba kétbalkezesek munkája alapján ítélnek meg minket. Dvemör csizmák. Lord Fear egy szerencsétlenül járt tolvajtól szerezte ezt a pár bűvölt csizmát. Kidolgozásának csodálatos minőségét nézve nem is csoda, hogy ilyen véget ért a fickó. De nem tudok segíteni, megtört benne a bűvölet. Esetleg egy teljesen újat lehetne készíteni. Már ha képesek még efféle csizmát szabni e baljós végső napokban. De megtettem, amit tudtam. Vidd el Lord Fearnek, őszinte bocsánatkérésem kíséretében. Szárnyalás Dvemör csizmával már a leltáradat gyarapítja. Páf! Oké, okay. Köszönöm szépen. Hát igen, lebegés 1-től 100 pont, időtartam 10 másodperc. Azért a 100 pontos repülés az nem rossz. Csak hát ugye 10 másodpercig 6. Nem rossz, nem rossz. Upsefir. Új vagy itt, igaz? A nevem Upsefir, én foglalkozom a korpusz áldozataival. Mit tudsz az áldozatokról elmondani? Semmiről nem akarok vele beszélni, tűnj innen. Várjál. Biztos benne, nézzel a szemembe, hölgye. Légy óvatos, ha idelen csavarogsz, nagyon dühösek tudnak lenni, ha bántják a betegeinket. És meg kell, hogy mondjam, a mi betegeinket néha meglehetősen nehéz kezelni. Erősek, mint egy ogrim, és kétszer olyan aljasak. De úgy tűnik szeretik, amikor guárbőr dobon játszom. Lenyugtatja őket, valahol van itt egy dob. Néha mászkálnak vele egyet. Keresd meg a dobot és hozd ide nekem, azt hiszem akkor egy ideig le tudnám őket csillapítani. Guárbőr dob. Igen, nézd körül, van egy guárbőr dob valahol. Ha megtalálod és idehozod nekem, megnyugtatom a korpusz áldozatokat egy kis zenével. Ám legyen. Hol lehet vajon az a dob? Nagyot dobna az esélyeimen. De a csizma az már megvan. Azt kell alapvetően visszavinni. De hogyha megtalálom ezt a dobot, akkor megdobom vele a nőt. Istenem. Hol lehet vajon? Where is it? Nem hiszem, hogy egyik ládában lenne, mert ugye mondta a nő, hogy időnként elviszik a dobot a bent lakók.
Hát persze, teljesen mindegy. Megyek vissza. Bekerült küldetésnek amúgy. Mindegy. Valahol itt el van, le van hányva az a dob. Nem annyira lényeges. A lényeg, hogy kigyógyuljunk minél hamarabb ebből a borzadályból. Voltunk itt lent. Lehet, hogy várja, tulajdonképpen itt van a bejárat. A belső részeket most épp úgy kifelé akarnék jönni. Egy márkvarázslatot elhelyezhettem volna. Te jó ég. Á, ott van a dob. Most szerintem azt fogom csinálni, hogy videón kívül átkutatom ezt a barlang részt, és akkor megszerzem ezeket a műtárgyakat. Hát, hogyha találunk ezt a olyat, ami... jó. Csak azt már nem fogjátok látni. Nem akarok mindent mutatni, mert nagyon hosszú lenne akkor ez a sorozat. Igen, minél előbb most már ki kell gyógyulni, mert lassan már szóba se állnak velem. Morrowind lakói. Nos, jó uram, megjöttem. Go ahead, Outlander. What do you need? Nos, megszerezted a csizmákat? Ha nincs csizma, nincs ital. Csizmára nem lehet rákérdezni. Kérem, adja nekem az italt, itt van a csizma. Először a csizmákat, és most odaadom az italt. A következő feltétellel. Itt kell meginnod a szemem előtt. Azonnal hatnia kell, és szükség lesz arra, hogy alaposan megfigyeljelek. Beleegyezel? Jó, adja az italt. Jó, nyisd ki a szád és csukd be a szemed. És most nyelj egyet. Jóságos, te jó ég! Nézd, ez működik! Kiváló. Hadd ellenőrizzem a bőröd, a szemeid, a nyelved, elképesztő. Azt hiszem működött. Egyáltalán nincs jele a betegségnek. Természetesen még mindig fertőzött vagy a korpusz betegséggel, pont ahogyan terveztem, de minden tüneted megszűnt, bámulatos. Ki fogom próbálni néhány súlyosabb állapotban lévő bentlakón is. De ha vannak kérdéseid, amelyek izgatnak, válaszolok rájuk, mielőtt elmész. My common disease. Aha. Na, tehát gyakorlatilag igen, itt ezek a csökkentett dolgok, ezek megvannak. Tehát gyakorlatilag szokványos betegség ellenállás 100%, sorvadás ellenállás 100%, korpusz ellenállás 100%. Tehát gyakorlatilag most már teljesen megbetegedni nem fogunk tudni, úgyhogy el is adhatom majd ezt a sorvadás gyógyító italokat. 90 aranyér. Nem számít az aranyér. Görnyedek az aranyér. Na most intelligenciát vagy helyreállítom. Ez valamiért beragadt. Ha már most rendben van. Szóval pozitív tulajdonságok azok maradnak, amit a korpusz felerősített, a negatívak viszont megszűnnek. Ha! Szuperszónikus. Mi van még? Gyorsaság.
a személyiség. Na, most már teljesen helyreálltunk. Nos, igen, igen, Oszi bácsi, teljes mértékben kigyógyultál. Elfelejtettél valamit? De mi ez az isteni betegség? Ja, igen, ezt már mondtad. Mármint csak azt hittem, hogy még mondasz valami érdekességet. Hát... Jó, köszönöm szépen, hogy kigyógyítottál, így azért már sokkal jobban érzem magam. Jó uram, majd még később jövök kifosztani magát. Még beúrok a korpuszáriumba. Sőt, várjál, van itt egy izé. Ez. Nem tudom egyébként, hogy ha most láthatatlanná teszem magam. Ezt még soha nem próbáltam, várjál. Akkor most nem látsz. Na de. Aha. Jó, igen, tehát abban a pillanatban, hogy elkezdem varázsolni. Megszűnik. A láthatatlanság. Jó, hát van egy megoldás. Felröppentyűződök. Van rálátásom a ládikára. Lehet, hogy még innen is ki fog szúrni. Megpróbálom kinyitni valahogy. Vagy hát várja igazából. Így is működik az árnyítás, hogy a telekinézis aktív. Akkor most már csak a telekinézist kell izélni. Fú, daedrikus szentélygyűrű. Meg egy újabb kulcs. Ezeket mind eltettem. Remélem nem tetszik haragudni. Jó, még egyszer. Szóval akkor telekinézis. Vagy várjál, már kinyitottam? Ha? Ja. I am never too busy for a good talk. For a good talk. Oké. Okay. Na jó, köszönöm szépen. Akkor szerintem ez a rész ennyi volt, jó? És akkor én most még itt lehet, hogy elfosztogatok. Kigyógyultunk a betegségből. Szuper, újult erővel tudjuk folytatni a kalandjainkat. Azért ez nagy fegyvertény, hogy nem fogunk tudni megbetegedni. Na, hogyha tetszett a videó, akkor lájkold, oszd meg Facebookon, Twitteren, iratkozz fel a csatornámra, és én továbbra is Oszi bácsi maradok. Sziasztok! Hogyha nem nézed meg ezt a videómat, a fenekedbe fogom szúrni a vasvillámat. Szereted nézni, ahogyan mások játszanak videójátékokkal? A 90-es évek szerelmese vagy? Netán egy zöldfülű újszülött, akinek minden vicc új? Retro és modern számítógépes játékok végigjátszásával foglalkozok. Lehet nekem kérdéseket feltenni, illetve jókedv és kacagás jellemzi a videóimat. Én Oszkár vagyok, gyere és iratkozz fel a csatornámra. Nem fogod megbánni.